egyetlen mondatot érjenek. Második, az utolsó pedig nem akarok lenni, lehet, hogy közülmetek valamikor 30-35 év múlva lesz a harmadik vagy negyedik űrhajós lány, hogy éppen egy űrhajós fiatalember. Én köszönöm a meghívást. Nem volt olyan egyszerű összehozni a programot, hiszen elég sokat vagyok külföldön. Talán előre akkor annyit, hogy most egy mondjuk a Kínából létezik egy nemzetközi űrhajós kongresszus, és ezen a kongresszuson 98 űrhajós, aki a világnyit meggyárta, mert ennek a kis szövetségben csak azok lehetnek a hői, akik a világot meggyárták. 98-an volt egy fantasztikus élmény volt, és megismerkedtem egy 10 kínai űrhajóssal, közöttük 2 lány van, akik már meggyártak a világot, és amikor bemutatkoztuk, akkor önként ebben azt kérdeztem, hogy a kínai űrhajózás történetében már 20 éves lányokat is engedtek, és a végig kérdezik, hogy nem 20 éves, csak a kínai hölgyek. Nagyon olyan megalapítani, hogy hány évesek. Aztán utána házaljuktam, és már Magyarországon, a kínálóban hittak. Most jöttem az emélyen nappal ezelőtt Ukrajnából. Fantasztikus élmény volt, azokkal a fiatalokkal találkoztam. Hát akiknek a szülei elmesélték, hogy volt egy ilyen esemény, és nagyon tisztelet és kedvesen fogadtak. Én annak örülök, hogy eljutottunk addig, hogy élő emberként, a világűrt megjárt emberként, magyar nyelven hozzátok lehet szólni, lehet beszélgetni, egy olyan nagyon érdekes szakmáról, mint az űrkutatás. Hát egy nagyon bonyolult dolog, de hát erről nem biztos, hogy később fogok mesélni. Mennyi idő van nekünk? Egy teljes hónapot dolgozunk. Ha elegendő lesz, akkor így terveztük. De hát valennyi éppen nem kaptál, ez szükséges. Hát általában esélyt szoktam kapni. Valóban van, miről mit mesélni, hisz számtalan szor előfordul, hogy elkezdi az ember, és akkor belendül. Most legutoljára itt Magyarországon kiszak, hát voltak 250 felnőtt emberek. Egy nagyon nagy, nagy cég ember, egy munkatársai voltak ott Magyarországról, és néhány nap külföldről, és egy órát kértek tőlem, és 4 órán költött. Utána mondtam, köszönöm szépen, most már az meg, ennyi gyakorlatilag el. Mondtam, ebéd lesz őket, hát nem értek. Nagyon aranyos, nagyon kedves. Én azzal kezdeném, hogy soha nem akartam igazából sem pilóta lenni, sem, hát az űrhajózáshoz különben nem is lehet egy szó. Nyugtsa fel a kezét, aki akár fiú, akár lány, futballista szeretne lenni. Ez a sport nem jött össze. Focista szerette volna mindig lenni, és édesanyám levéltött, azt mondta kisfiam, mert az számára az veszélyes sport. Az lesz, és akkor válaszunk el egy részt. A igazság az, hogy vagy futballista, vagy mérnök. Hihetetlen vékony dolgányos srác voltam, nagyon túlérzékeny, mindig a 9-es számot kaptam. És hát öröm volt az, amikor leírtuk a nagyok, felnőttek, mert 16 évesen kezdtem, de 30 évesen a vállókra vettek, meg után fél volt, három volt, mikor menni, vagy éppen a csapat megnyerte a mérkőzést. Középiskola egyébként Gyulaházán, Szabolcsatlan, Bereg megyei kis falucskában születtem. Szabolcs, nem hiszem, hogy van köztetek. Van? Honnan jöttek? Nyíregyháza. Van minden, de hát a mászor. A következő történik, hogy bekerültem a Kisvárdi Besenő Gimnáziumba, és a pattársam Kopasz Gyuszi minden vadászpilóta akart lenni. És kollégista voltam, az első bejáróként tanultam, és nagyon mérges voltam, hogy milyen jó kollégistáknak 3-6-ig tanulnak szilenciumban, és utána, hogyha minden nap, akkor sportolhatnak. Mi pedig a kis csirivel, 8 km
hanem már helyezkedik egy Dunaházi kisvártától, és nekünk meg minden nap vonatozni kell. És az első után, augusztusban kaptunk egy levelet a kollégium igazgatójától, és azt kérte, hogyha a szüleim és én beleegyezek, akkor kollégista lehetek. Nagyon-nagyon megörültem, és azt hiszem az életemben ez egy hihetetlen fontos esemény volt, mert tanulással nem volt probléma, szerettem tanulni. Muszáj is volt tanulni, mert ha a kollégiumban jól tanultál, akkor gyakorlatilag nem sok minden engedmény adtak számára. A sportot nagyon szerettem, a tanulmányokban volt az egyik legfontosabb, de kettő darab igazolványom volt, talán a felnőttetnek említettek és sporttal foglalkoztak. Én sportolgot soha nem láttam, úgyhogy mindig bepecsételték, csak mennyi sportot. A röplabda, kézilabda, asztali tenisz, a birkózást, illetve a ökölgyugást, azt nem szerettem, tenisz pedig akkor még ott nem volt. És mondja, hogy vadászpilóták legyen. Mondom, én már köszönöm szépen. A lényeg az, hogy elmentünk orvosi vizsgákra, és őt Kecskeméten a orvosi vizsgálat kutatóintézetben a belgyógyász eltanácsolt és mondta, hogy ne haragudj, fiatal ember, a vadászpilóta nem lehetsz. Én meg neki nem akartam vadászpilóta, hogy ne ott maradtam. És akkor azt mondták, hogy akkor Nyíregyháza, Magyar Honvédelmi Szövetség létezett akkor ilyen, egyébként ezt a szervezetet nagyon kell volt tönkretenni, ezt csak át kellett volna alakítani. Biztos vagyok benne, hogy itt önök közül, itt az iskolában járók közül is, nagyon sokan szívesen elmentetek volna, akár sárkány repülni, akár modellezni, akár vitorlázni, akár motoros repülővel repülni. Kirepült közületek már valamilyen szerkezetben tudnak. Ilyen tudom, volt? De nem tudhatod, hogy egy. Kiugrott pályák tőlemények. Na, az is egy hatalmas dolog. Amikor hatász kényíták az ajtó, és azt mondja, hogy tessék, a középiskolát befejeztem és jelentkeztem a kiállító műszaki főiskolára. Ez az főiskola Szolnokon volt, de már 16 éves koromban kétszer voltam a lépéscsapai nyári táborban, más táborban nem volt idő, mert kétszer hat hete repültünk, azzal a felkiáltással, hogy minden rendben van, akkor a főiskolán már sugárhatású repülőgépet akarunk lehozni. Hát azért a fiúk hány évesek vagyok őben? 16. 14. Azért ott nálunk a suliba, mint középiskolás, azért az egy óriási, hogy mondjam, büszkeség, amit a lányoknak is tetszett az, hogy már önállóan repülők, jogosítványom, mint az autóról, de már önállóan repülők. Bekerültünk a középiskolára, a középiskol után a repülő főiskolára, és ott már sugárhatású repülőgépet repültünk. Önállóan repültünk, két évet, én több mint 140 órát repültem, a Delfin típusú repülőgépen, és gyakorlatilag még mindig nem volt jogosítványunk az autóhoz. Tehát különösebben ezt nem zavartam. Három évet voltunk Szovjetunióban, és úgy jöttünk vissza 1972-ben, hogy szuperszovjetus pilótákká avattak be magukat. Ez azt jelentett, hogy hangsebesség felett repülőgépeken repültünk, és a pápai vadászrepülő vezetethez kerültek. A pápai dolgozta közel van egymáshoz, hát gyerekek lehettek akkor, amikor nem is volt. Ez már is illetve. És így ezeken a gépeken 900 km per óra sebességgel 50 méter, 100 méteren repülni, vagy éppen kétszeres hangsebességről 5-18-18 méteren. 6 évet voltam pápán, hát elértem a legmagasabb pilóta szintet, aranykosztus első osztály vadászrepülőgép vezető lettem. Ez azt jelenti,
szerintem magyarra fordítva, hogy minden időben, éjjel, nappal a legbonyolultabb időben is képesek voltunk védeni a magyar népköztársaság államot és védeni. Tehát akkor mi magyar népköztársaság volt. Hát ennyit az én életemről, még talán pápához kötődik, hogy 72-ben kerültünk pápára. 72. decemberében megismertem egy pápi kislányom, és hát addig kerüljön körülöttem, hogy 70-ben vettem feleségül. Született egy kislányom nekinek májusában, de majd erre visszakapott. Talán kérdezettségként nem haszontalan az információ, amit most nektek az valaki meg tudná mondani, hogy az első mesterséges hol, mikor került a világba, legyőzve a földi gravitációt, a vasárnapokról. Mikor? 1957. október 4-én. Egy olyan rakétát kellett létrehozni, aminek segítségben 80 kilogrammos tömegű, szándékosan a külkutatásban nem súlyról, hanem tömegről beszélünk, tömegű szerkezetet, mesterséges oldalt a világon meg tudott juttatni, és ennek az volt a lényeg, hogy semmi más nem csinált, bim-bim melegyet adott, és azt mondták, amelyik át egy forgászolgatóra. Bakunulból repítették ezt a mesterséges oldalt. A következő óriási lépés volt az amerikai ugyanúgy, mindenki meg akart a világot hódítani. A két ő nagyhatalak között abban az időben, a Szovjetunió és Amerikai Egyesült Államok hirtelen nagy harc volt. Mindenki nagyon komoly rakétatechnikát kellett az előállítsa, mert rakéta nélkül ezt nem tudod megcsinálni, nem tudod a gravitációt legyőzni. Az amerikaiak majmokkal kísérleteztek, mert élő szervezetet kellett a világot kísérleteni, ahhoz, hogy majd később ember is a világba juthasson. Nyilván az orvosok sem tudták, hogy az élő szervezet a súlytomásra javasolt kérdésben. A szovjetek pedig a kutyákkal jelentek meg a világban, laikaklásban erre a kutyusról, laikakutyaként került a világbe, és hát fantasztikus élmény volt. Én az ürömi barátaimból sem dolgozom, szóval barátaimból hallottam, hogy mennyire, mintha embert küldettek volna, miért mennyire komolyan készítették fel a kutyusokat. Csak egy kicsit előre rohanok, a Csillagvárosban voltunk már, különhagyós jelentekként készítettek bennünket, és az egyik összejövetelen a ottani parancsnok, és a Leóra odajött hozzám is, ekkor a Pesgőváros gocított. És mondják nekem, hogy mi magyarok mennyi legyőztetek bennünket. Minden összehetős felállásunk. Mi vállalás, mi vagyokat nem építettek. Nem. Mi oroszok kutyussal kezdtünk. Mi farkasok egyből a farkasok. Tudnék a nevemet lefordít a oroszra, a volk. Hát magyar farkas, orosz mindent, hogy volk. Így már ilyen nemű orosz ürökség. Majdnem elmondtam. Ki volt az első ember, aki a világba került? Júri. Azért nem átlacsom, csak úgy érdekességként is ilyenekben tisztában vagytok, mert baráti társaságban is szóba került ez a panasz. Nagyapóval vitatkozni kell, de biztos, hogy nagyapó tudja, vagy nagymama tudja, ki volt az első ember. És nagyon érdekes. Én nagyon sok kontinensen voltam már, több mint 80 országban voltam, és akkor fölveszem ott a egyetemistát, a főiskolásoknak, ki volt az első ember, aki a világba került? Kakarék. Ki volt az első amerikai? Nagyon sok helyen tudják, hogy John Glenn volt, de mindig összekeverik Armstronggal. Armstronggal azért nem lehet összekeverni, mert ő volt az első amerikai, aki a Holdra lépett, 60-as évek végén. De az első amerikai pedig 1962-ben lett. Gagarin 61. április 12-én került a világba.